Bár a vonatkozó kormányrendelet nem tiltja a személyes jelenléttel járó istentiszteletek és szentmisék megtartását, a nagyobb történelmi egyházak mégis úgy döntöttek, hogy a járványhelyzet miatt a következő hetekben nem tartanak a hívek által is látogatható istentiszteleteket és egyéb vallási összejöveteleket. Így lesz ez a reformátusoknál és az evangélikusoknál is, a katolikusoknál viszont egyelőre nincs erre vonatkozó egységes iránymutatás, ugyanakkor jó pár egyházmegye hasonlóan jár el. Így tesz március 8-ától a Váci egyházmegye is, ennek értelmében hétfőtől Salgótarjánban sem tartanak nyilvános szentmiséket. A különböző történelmi egyházak ugyanakkor alternatív módokon igyekeznek eljuttatni ige hirdetéseiket a hívekhez. A salgótarjáni evangélikusok már egy ideje interneten keresztül a Facebook oldalukon élőben is közvetítik istentiszteleteiket, ez így lesz a jövőben is. Emellett, aki kéri, annak Horváth-hegyi Ádám lelkész személyesen is elviszi az aktuális prédikációt. Rögzíti, majd interneten közzéteszi istentiszteleteit a salgótarjáni református egyházközség is, és ugyanígy tesznek a salgótarjáni katolikusok is. A főplébániában tartandó szentmiséket a templom modern kamera rendszerével felveszik, majd elérhetővé teszik azt az interneten. Mindhárom történelmi egyház bízik ugyanakkor abban, hogy minél hamarabb véget ér ez az időszak, és újra hívek előtt tarthatják meg Isten tiszteleteiket.